sokérvényű hajózásról szóló története, mely híres hadvezérről, Pompeiusról maradt fenn, így szól. Pompeius azt kiáltotta a viharos tengeren tovább menni nem akaró hajósainak. Koszorúzással vette kezdetét a Nagy Miklós könyvtárban az a rendezvény, melyet az intézmény 60. évfordulójára szerveztek. Ez alkalomból könyvtár történeti kiállítás megnyitójára került sor, benne az elmúlt több mint fél évszázad eseményeivel. A több mint fél évszázad mindenek előtt a szellemi kincsek átadását, a nemzeti kultúra közvetítését jelenti. Továbbá ez idő alatt a könyvtár a településünk egyik szellemi, kulturális központjává is vált. A város életében is nagyon fontos a könyvtár, hiszen mind a fiataloknak, mind pedig az idősebbeknek jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Bárkinek lehetősége van, akár internet használatra is, a jelenlévő könyveken túl, fölkészülni egy-egy szakdolgozathoz, vagy fölkészülni egy-egy komoly diplomamunkával, mindenben segítséget tudnak nyújtani a könyvtárunk munkatársai. Az ünnepségre a könyvtár régi dolgozóit is várták, akiket külön köszöntöttek. A kiállítás megnyitójával kezdetét vette a hagyományá vált Miklós hét is. Hát a Miklós héten a könyvtártörténeti kiállítás nyílt meg, és egy pódiumműsor lesz még szombaton a Papa Dimitriu Attila közreműködésével. Tehát arra fektetjük a hangsúlyt, hogy legyen komolyabb rendezvényünk is, de legyen egy könnyebb verses irodalmi rendezvényünk. Emellett egész évben próbálnak tartalmas programokkal a lakosság megelégedésére szolgálni. Kisebb terveink azok általában a eseményekhez, évfordulókhoz kötődnek, azokat megpróbáljuk megünnepelni, mint a Magyar Kultúra Napja, Népmese Napja. A könyvtárral tervek is vannak a jövőre nézve. Egy év múlva talán már át tudjuk adni az új helyen az új könyvtárunkat, ahol földszinten, kellemes környezetben megfelelő nagyságú tér biztosításával mind a 60 000 kötet majd az olvasók rendelkezésére állhat. A könyvtár következő nagyszabású programja 2009. december 12-én lesz, ahová mindenkit sok szeretettel várnak.